Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Szávai István képviselőnek, Jobbik képviselőcsoport. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, Bene képviselőasszony. Amikor ennek az elektromos cigaretta forgalmazásának és használatának a korlátozásáról először vitatkoztunk a házban, akkor is a saláta törvény keretében, hát egészen elképesztő érvek azért akkor is elhangozottak már. Például azt, hogy legalább olyan káros az elektromos cigaretta, mint a dohányzás, meg voltak ilyen veretesek is, hogy tűzveszélyes a cigarettatöltő akkumulátor. De az olyan elképesztő érv, amit ön most mondott ebbe a vitába, hogy az elektromos cigaretta használata nem segít a leszokásba, azért abba a vitába se tudtunk idáig eljutni. Képviselőasszony, legyen kedves, van még önöknek bőven ideig, 17 perc a Fidesznek, hogy látom, legyen kedves és árulja el nekem, hogy melyik egészségügyi szakmai háttérintézmény készített Magyarországról erről felmérést. Mert erről se nekem, se az érdekképviseleti szervezeteknek nincsen tudomása, hogy Magyarországon ilyen felmérés vagy ilyen vizsgálat készült volna. Ha van, akkor kérem, hogy ossza meg velünk. Én magyarországi vizsgálatról nem tudok. Tudok másmilyen vizsgálatról. A CDC, azaz az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államoknak a járványügyi hivatala, az készítette ezzel kapcsolatban a felmérést, kedves képviselőtársaim, és ennek a felmérésnek az eredményei alapján 2014-ben az Egyesült Államokban a dohányzásról leszokottaknak az 54%-a a dohányzásról való leszokás közben igénybe vette az elektromos cigaretta nyújtotta segítséget. Több, mint a fele a dohányzásról leszokottaknak úgy gondolja, hogy az elektromos cigaretta őket ebben segítette. Hasonló a véleménye egyébként a magyarországi szakmai szervezeteknek, így például a Villanypára Egyesületnek, akik leginkább képviselik az érintetteket, akikkel egyébként önök az évvilágon semmilyen szakmai egyeztetést egyébként nem folytattak. Önök az érintetteknek a véleményét erről a kérdésről nem kérték ki. Az érintetteket nem kérdezték meg arról, hogy ők mit gondolnak arról, hogy az elektromos cigaretta számukra jelente, és ha igen, akkor milyen segítséget a dohányzásról való leszokásban. Van az Egyesületnek is több saját kutatása. Többek között az egyik arról szól, ez is egy megdöbbentő szám egyébként. Ez pedig azt mondja, hogy ma Magyarországon az elektromos cigarettát használók közül az 1%-ot is épp hogy csak eléri azoknak az aránya, akik úgy használják az elektromos cigarettát, hogy korábban egyébként nem dohányoztak. Semmilyen olyan adat, képviselőasszony, nincs, és releváns felmérés, ami alátámasztaná az ön véleményét. Ellentétben az érintettek, azok mind úgy gondolják, hogy igenis számukra ez egy hasznos segítség volt. Nem tudom, mi lesz a következő ebbe a demagógiába egyébként, hogy nagyon remélem, hogy odáig nem fogunk eljutni, mert az lesz az önöknek a következő érve, hogy az elektromos cigaretta már a dohányzásra való rászokásnak az előszobáját jelentse. Önök ezt a törvényt felelőtlenül az érintettekkel való egyeztetés nélkül tették meg. De felmerül a kérdés, hogy akkor, ha nem ez, akkor mi segíti a dohányzásról való leszokást? Csak nem esetleg azoknak a gyógyszergyártóknak a termékei, amelyekkel önök vagy a kormányzat ilyen-olyan stratégiai megállapodást kötött, mert bizony ez a szempont ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan felmerülhet, mint ahogy ugye az is egy szempont, és akkor most ugorjunk át a fogyasztásra, a terjesztésre, hogy önök azzal, hogy az elektromos cigarettának a forgalmazását a szaküzletekből, ahol szakszerűen ki tudják szolgálni az érintetteket, a cigaretta a nemzeti dohányboltokba tették, ezzel csak azt érték el, és ennek csak is egyetlen egy célja volt, hogy a fideszes haverokat, a trafik tulajdonosokat egy újabb 4 milliárdos üzlethez hozzá tudják jutatni. Ez a két legfontosabb érve egyébként ezek ellen a javaslatok ellen. Sajnálom, de nincsen több időm erre. Köszönöm szépen, de várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő. Tisztelt Országgyűlés, és megkérdezem. Kíván-e még valaki felszólalni? Igen, megadom az szót. Bene Ildikó képviselőasszonynak, Fidesz. Nem tudom, az miért számol a képviselő úrnak, hogy én honnan származom, de a következőt tudom önnek elmondani. És végül is képviselő úr elmondta azoknak a szervezeteknek a véleményét és az ő általuk végzett kutatásokat, akik ezeket az elektromos cigarettákat használják, vagy használni szeretnék, vagy alkalmazzák.
Én egyszerűen úgy tudom önnek megfogalmazni, és a legnagyobb veszélye ennek az elektromos cigarettának lehet, hogy demagógiának tűnik, de mégiscsak az, hogy minden olyan eszköz, ami egyébként a dohányzásra, dohányzást imitálja, és fogalmazunk így, az bizony sajnos, és főleg a gyerekek esetében nagyon komoly károkat tud okozni, tekintettel arra, hogy a rászokást bizony elősegíti, és én nem szóltam bele a képviselő úrnak a mondandójába, tisztelettel végighallgattam, és azt tudom önnek mondani, és még egyszer mondom, hogy a szakmai gyakorlati tapasztalat alapján nagyon nehéz valóban a dohányzásról való leszoktatás, és nagyon nehéz azt elérni a betegek esetében, hogy ez sikeres legyen. Ennek valóban vannak olyan szakmai programjai, és ezek a szakmai programok az egészségügyi intézményekben nagyon sok támogatós program van, dohányzás leszoktató program van, ahol szakmai felügyelet mellett komplex segítséggel a dohányzásról való leszoktatást tudják megfelelő módon alkalmazni, és azt tudom önnek mondani, hogy miután nagyon sok fiatalkorút érint, és nagyon sok fiatal esetében sajnos a dohányzásra való rászokás egészen aprókorban, általános iskolában megtörténik. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami ez ellen lépést tesz, az, hogy ne lehessen hozzájutni, az, hogy ne lehessen a mindennapi gyakorlatban az ő közelükben és a kezükben ilyen típusú eszköznek kerülni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai feladat, és nyilván arról vitatkozhatunk, és elmondhatjuk a pro és kontra véleményeket. Nyilván önnek vannak olyan pozitív tapasztalatai, ami alapján, amit elmondott, alátámasztja. Én pedig azt tudom mondani, hogy abban hiszek, hogy a dohányzás leszoktatásnak megvan a szakmai programja, megvan az a szakmai protokollja, amivel eredményeket érhetünk el, és meg kell, hogy akadályozzuk, hogy a gyerekeink rászokjanak a bármiféle dohánytermékre, hiszen ön is tudja, és ezt nagyon sokszor önök is elmondják a padsorokból, hogy ma Magyarországon a szívérendszeri betegségek a vezető halálokok, és ezeknek az elsődleges és legfontosabb sajnos rizikó tényezője az a dohányzás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Felszása következik. Szilágyi György képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. A rendelkezésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt akkor, ahogy képviselőtársam mondja, akkor semmilyen ilyen kimutatás nincs, és semmilyen vizsgálat nincs arra vonatkozva, ez káros vagy nem. Egyébként csak annyit idézek valamit képviselő asszonynak, hogy az 1999-es 42. törvény rendelkezik arról, és definiálja, hogy mi a dohányzás. A dohányzás, dohánytermék, füsttel történő elégetése. Ez a dohányzás definíciója. Hol van itt a dohánytermék? Hol van itt a füsttel való égetés? Sehol. Tehát az elektromos cigarettát nem lehet dohányterméknek nyilvánítani. Önök dohányterméknek nyilvánítják, hogy megszerezzék ezt a piacot ismét a haveroknak. De ennyi erővel, tudja, veszélyes az elektromos cigarettánál az is, hogy felrobbanhat az akkumulátor. Na most, hogyha beviszik most a dohányboltokba az elektromos cigarettát, és a haverok úgy gondolják, akkor lehet, hogy majd a rádiótelefon vagy a mobiltelefonok árusítását is be lehet vinni, mert ott is felrobbant az akkumulátor. Tehát körülbelül ennyi köze van az elektromos cigarettának a dohányzáshoz, és ennyi köze lesz majd egyébként a mobiltelefonnak ahhoz, hogy azt is például dohányboltokba lehessen árulni. Semmi másról nem szól, mint hogy a trafiktörvény sem szólt semmi másról, mint hogy önök a haveroknak adjanak egy több milliárdos piacot. Itt ugyanez van, nem elég jól keresnek ezek a haverok, nem elég jól kerestek az önök rokonai, mert a trafikokat ők vitték el nagy többségben, nem elég jól keresnek, ezért be kell vinni egy újabb olyan területet, ami esetleg nagyobb bevételeket szerez önöknek, és nem a dohányzásról szól, és nem arról szól, mert akkor még passzív dohányzásról beszéltek is hasonlókat, nincs időm, hogy ezt elmondjam, és ezen vitatkozunk, de nincs igazuk, ez biztos. Köszönöm, képviselő úr.